város és utcái. Elsőre céltalanul nyüzsgő hangyaboly, ugyanakkor a színfalak mögött színes kulturális és művészeti tér. A felnövekvő nemzedékek egyre több módját ismerik meg az üzenetküldésnek és fogadásnak, saját testük és elméjük határait feszegetik, és úgy tűnik, felszínre törnek ősi ösztöneik. Autók, biciklisták és gyalogosok, színpompás reklámfénypadok, egyezményes jelrendszerek, le nem írt törvények. Extrém sportolókkal, zenészekkel, képzőművészekkel zsúfolt terek. Füstös kávézók és szórakozó helyek, amelyek pincéiből csak a ritmusos mély búgás hallani. Ez a város forgataga, rengeteg vélemény, sok kisvilág találkozó helye. Az érték és szépségérzet is új dimenziókat kap egy olyan légkörben, ahol idősebb és fiatalabb nemzedékek, különböző gondolkodású, származású, kulturájú és társadalmi helyzetű emberek élnek egymás közvetlen közelében. Minden nap így gyakran monoton életük mégis összehozza őket, ezért kommunikálniuk kell egymással. Közölni, képet adni magukról és másokról, az őket körülvevő világról, szóban, írásban és a mai technika új eszközeivel. Így egy színes és változatos városkép alakul ki. Mi a jó abban, hogy az üres nézőtérnek kántálsz egy rímsort bólogatva egy bárszínpad közepén? Mi a jó abban, ha egy korhat falapot próbálsz fölgetni a lábad alatt? Mi a jó abban, hogy korlátokat, betonelemeket, lépcsőket szaltozol át, miközben kergetnek a parkőrök? Mi a jó abban, hogy tömény festékszakban feszítesz vásznat, hogy aztán furcsa formákkal és színekkel maszatolsz össze? Mi a jó abban, hogy matricákra nyomod kitalált figuráid és szétragazgatod a város lehetséges felületeit? Mi a jó abban, hogy mindezt dokumentálod és filmet csinálsz belőle? A vakondok kilép az ajtón, alámerül ebben a káoszban, és körülnéz. Manapság egy nagyvárosi jóléti társadalomban népszerű a nyíltság, a tolerancia, a wellness, fitness, wireless modern életképen. Van vizuális kultúra, több rétegű zenei és öltözködési divat. És persze mindezekre nagy hatást gyakorol a média. Mi a szerepe ma az egyének és hovatartozásnak? Milyen kultúra szabályrendszere szerint akarunk élni? A békés szabadságunk ihlette kérdések. De mi újság itt Budapesten? Úgy döntöttem, megkísérlek vázlatos térképet adni a város fortyogó üzenet rengetegéről. Barátok és közeli ismerősök segítettek eligazodni. Szupa, a hátsó sor utcai poétája, a hip-hop jövőképéről tudósít minket. Crime, nem érted? Ez dubstep. Mi meg rappelünk ezt. Kettős életet élő képzőművészek, mint Budhatomi és Oliver Artur, a műterem és az utcaművészet kor dokumentumai fedik fel. Rizárdolg, ez elég nézni. Már meghallom, akkor már hátam, mondom, azt jelöl az nekem a bőrától. Csizmadi Animród és Balog Ádám pedig a mai extrém sport életről adnak egy szűk keresztmetszetet. Nálunk nem is szponzoráltságnak, hanem segélyezésnek lehetne hívni. Korunk kultúrája gazdag, színes és hiperkreatív. Csak körül kell nézni, kilépni az ajtón és belépni egy másikon, és új világok nyílnak meg előttünk. A vakondok leszűkíti a kört néhány városi fiatalra, akik különböző korosztály, más szubkultúrát képviselnek, mégis összeköti őket a nyelvük, a századuk és a város, ahol élnek. Vakondok.